Húsvét nagy hetében, a viccek és bolondságok napján április 1-én köszönt ma be otthonaikba új műsorral a Rozsnyói magazin adása. Üdvözlöm nézőinket! Miniszteri vizit. Juraj Draxler oktatásügyi miniszter is részt vett a szlovákiai magyar pedagógusok 21. rozsnyói országos találkozóján. Katarina Balázsová marad az önkormányzat fő ellenőre. 4 pályázóból 9 szavazattal voksoltak személye mellett a városatyák. Április végéig látható Szabó Otto, Prokultúra Hungarika díjas festőművész jubileumi kiállítása a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. Miniszteri vizit volt városunkban a szlovákiai magyar pedagógusok 21. rozsnyói országos találkozóján. Juraj Draxler oktatásügyi miniszter a találkozó második napján érkezett a tanácskozásra. Hétvégén szakmai konferenciát tartott Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Társadalmi kihívásokra oktatásügyi választ keresett a szakma. Sorrendben a 21. találkozó vasárnapi programján vett részt Juraj Draxler oktatásügyi miniszter. A minisztert először polgármesteri irodájában fogadta városunk polgármestere Burdiga Pál és a Rozsnyói Járási Pedagógus Szövetség elnöke Tamás Erzsébet. Juraj Draxler a pedagógusokkal előadás helyett a kérdések óráját választotta, ahol, mint mondta, nem kíméltek a kérdésekkel. Összeállításunk következő magazin műsorainkba sorolódott. Katarina Balázsová maradt 6 évig az önkormányzat főellenőre. 4 pályázóból voksoltak személye mellett a városatyát. Titkos szavazással döntöttek a március 26-ai képviselőtestületi ülésen a főellenőr személyéről. Pani Balázsová 9 hlasov, pani Halková 0, pán Mokrý 1 hlas, pán Škantár 1 hlas. A 11 jelenlévő képviselőből 9 szavazatot kapott a régi új ellenőr. Fizetését havi 1682 euróban és havi 5% jutalomban határozták meg a képviselők. A pedagógus nap alkalmából a város önkormányzata a Városháza első emeleti dísztermében fogadta az önkormányzathoz tartozó oktatási intézmények pedagógusait. Az önkormányzat nevében Ján Lach polgármester helyettes köszöntötte a pedagógusokat. Az ünnepi pohár köszöntő után emléklappal és virággal ajándékozta meg az önkormányzat a pedagógusokat. Az országban először vezették be az elektronikus érettségi vizsgát. Az 500 kiválasztott középiskola között a Rozsnyói Gimnázium is szerepelt. Hagyományosan és elektronikus formában is zajlott az érettségi. Az online felület előnye, hogy a diák rögtön értesülhet a teszt eredményéről, hátránya azonban a bizonytalan internet kapcsolat és az informatikai rendszer túlterhelése. A magyar diákok szlovák és idegen nyelv, matematika és magyar nyelvből tettek írásbeli érettségi vizsgát. A húsvéti böjti időszakban diákmise volt a katolikus székesegyházban Szent József tiszteletére. Az egyházi alkalmon a református egyházközösség alapiskolájának diákjai vettek részt. A misét Vojta Richárd, pápai káplán, székesegyházi kanonok, esperes plébános celebrálta. Még egy hét áll rendelkezésre a pályázatok leadásáig a Bethlen Gábor alapnál. Információs napot tartottak a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT komáromi irodájának munkatársai. Információs napot tartottak Rozsnyón a magyarországi Bethlen Gábor alapkezelő ZRT komáromi irodájának munkatársai. Márciusban jelent meg a külhoni támogatásokkal foglalkozó alap aktuális pályázati kiírása központi és regionális formában. Nagykapostól Rimaszombatig 30-a jöttek el a Rozsnyói Csemadok székházban szervezett találkozóra. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy a Gömörország folyóiratra szeretnénk támogatást kérni, tekintettel az eddigi támogatások nagyságára. A Nemzeti Kulturális Alapnál pályáztunk erre az évre, elutasították. Egy fillért se kaptunk, tehát tulajdonképpen most sok tekintetben a Bethlenen áll vagy bukik
a folyóirat további megjelenése. Tetszik mondjuk az első pontba tartozó iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos tárgy, de lehet, hogy valami másban is majd megpróbálunk sikeresek lenni. A Bethlen Gábor Alap a Magyar Kultúráért és Oktatásért központi pályázati felhívásának teljes keretösszege 600 millió forint, azaz közel 2 millió euró. Felvidéki pályázó ebben a pályázati csomagban 600 ezer forinttól maximálisan 3 millió forintig, tehát közel 10 ezer euróig pályázhat. A regionális pályázatok keretösszege több mint 150 ezer euró. Az igényelhető összeg 329 eurótól közel 2000 euróig pályázható. Ugyebár egy tárgypontban csupán egy pályázat nyújtható be, azonban egy pályázó négy tárgypontban nyújthat be pályázatot. Elég széles ez a minden egyes tárgypontnak a kiírása. Ezért szerintem több rendezvényt is, hez is segítséget tud nyújtani a kiírás. A pályázatok elektronikus formában nyújthatók be az alaphoz. A pályázóknak önrészt nem kell felmutatni, ráadásul az évben megkönnyítették a pályázatírók dolgát. A tavalyi nyerteseknek elég a pályázathoz két melléklet benyújtása a szervezet működéséről. Amíg a központi pályázatok leadási határideje április 10, addig a regionális pályázatokat április 8-áig kell beküldeni. Április végéig látható Szabó Otto Prokultúra Hungarika díjas festőművész rozsnyói jubileumi kiállítása. A Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában több mint 50 festményen mutatja be az 50 éves művész alkotó pályájának egyik fontos állomását. A Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában az idei kiállítási évad nyitánya volt Szabó Otto festőművész jubileumi kiállítása. Tehát a kiállítás áprilisig megtekinthető nálunk a galériában, és a rovással gyümölcsöző együttműködést folytatunk, tehát van egy olyan, hát én rendezvénysorozatnak nevezném, úgymond van rozsnyói nyár, a rovás kiállít nálunk, és mink viszünk kiállításokat a rovás betátkására, ott állítunk ki. Céhek mennek kassára, és az lesz majd megtekinthető ott az ottani embereknek. Szabó Otto rozsnyói kiállítása az a festővászonba oltott gondolat, amely ciklusokat teremtett. Alig száradt meg a festék az első terem képein, amely a Kígyó éneke címet kapta. Én általában úgy festem a képeket, hogy egy-egy ciklust, 20-30 képből álló ciklust egyszerre festek. Egyszerre dolgozom rajtuk. Az nem azt jelenti, hogy akkor születnek, amikor a festésbe belekezdek, mert az megelőzi rengeteg vázlat, meg rengeteg tépelődés, gondolkodás. Szóval az ottani képek mélységét még nem sikerült teljesen elérnem, mert nem sikerült még lelakkoznom őket. Mindegyik felülete még kissé ragad, és ilyenkor még a befejező fázishoz tartozó lakkozást nem lehet lebonyolítani. Szintén új képek láthatók a következő teremben. Vágtató lovak, vágtató gondolatok, kilőtt nyilvessző. Ének a magyarokhoz címet kapta találóan a következő kiállító terem. Az énekek éneke és az eszmélet ciklus képei láthatók a következő termekben, mintegy megpihenve az egyisten hitben. Szabó Otto szakrális területen a legtöbbet foglalkoztatott művész. Az Úristen udvari festője, találóan így nevezte a kiállítás megnyitón Kovács Ágnes, a tárlat kurátora, aki nem mellesleg az életben is társa a művésznek. Megtaláltuk egymást, és ami a legfontosabb, a mi kapcsolatunkban, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást, és ez nagyon fontos. És soha nem próbálunk meg egymás fölé kerekedni, sem teljesítményben, sem sikerekben, vagy bármilyen más téren. Mindig tiszteljük a másik tevékenységét, és erőnkhöz mérten támogatjuk. Szabó Otto jubileumi kiállítása április végéig látható. Az évad következő tárlata a rozsnyói radiálisok kiállítás sorozat keretében valósul meg. Április 7-től a rozsnyói barlangászok fotósorozatai láthatók.
Húsvét nagy hetében járunk. Utolsó összeállításunkban nézzük, milyen volt az idei kereslet és kínálat a háromnapos húsvéti vásáron. Háromnapos volt a rozsnyói húsvéti vásár. A régió legnagyobb tavaszi sátoros ünnepére az idén több mint 100 kereskedő érkezett. Megerősödött a helyi ízek kínálata, ami újdonságnak számított az idei vásárban. Hát én csak most kezdek, de azt hiszem, hogy itt mögöttem is vannak itten elárusítók a helyi termékeket, kolbász, szalonna. Holnap lesz itten kettőtől disznóöl is, egy klasszikus, amit azt is elkészítettünk, hogy az emberek lássák, mert azért vegyük azt, hogy nem mindenki látott még disznóölést. Jöhetnek a gyerekek, lehet kóstolni. Utcára települt a közelmúltban nyílt, elsősorban helyi gazdák termékeit kínáló élelmiszerbolt. Vannak sajtok, lekvárok, borok, tészták, mondja a népviseletbe öltözött Madlen Sebenya. Minden, ami egészséges és jó volt a múltban, és most is az. A húsvéti hangulatról folklórműsor kézművesek gondoskodtak a főtér bal oldalán. Áldásos írásos fatojásokat készített a mezőkövesről érkezett népi iparművész. Ennek nagy hagyománya van a kövesdi, mezőkövesdi részen, a fatojásnak, épp úgy, mint az igazi tojásoknak, és ugye mivel a tojás az élet jelképe, elviseli az áldásos verseket, tehát a házi áldás is ráírhatom, vagy hogy Isten kísérje utadat, vagy legyen boldog az életed, Isten segítsen, ilyeneket is rá lehet írni. Ános korojé. Kissé korai a vásár időpontja, mondja ez a látogató a vásár első napján. Az utcaemberek kivárt a dekorációs tárgyakat, ruhaneműket, háztartási eszközöket kínáló hagyományos sátrak között, vagy a napfogyatkozás megfigyelését helyezte előtérbe. Még nem a legjobb, hát most fog beindulni szerintem még csak a vásár, úgyhogy mi... Vásárfia nincs meg, de őszintén remélem, hogy ha nem, akkor holnap biztos meg lesz. Nagyon szép dolgok vannak itten, úgyhogy megéri mindenkinek időjönni és vásárolni. Készségérzet döntötte el, hogy az arra járókatér északi részében, ahol a büfék találhatók, vagy a főtér bal oldalán kezdi a nézelődést. Egy azonban biztos. Az incsiklandozó kalandot disznótoros egészítette ki a húsvéti vásár hátralévő két napján. És nem csak a kereskedők voltak elégedettek, de az önkormányzat is. Az idén több mint 7000 euró bevétel gazdagította a városi büdzsét. A Betléri Kastély Múzeum húsvéti meglepetésekkel várja látogatóit az ünnepek alatt. Április 7-én nyílik a radiálisok keretében a rozsnyói barlangászati fotókiállítás. Kedves nézőim, műsorunkat ma két dokumentumfilmmel folytatjuk. Hétvégén a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe a húsvét van. Töltsék kellemesen, szeretteik körében a megbocsátás és újrakezdés ünnepét. A viszontlátásra!